Nincs megállás, jönnek futószalagon a mérkőzések, a magabiztos Siófoki győzelemt követően már az MTK-ra kell nézni, ráadásul az a Kupa 4-es döntőbe bejutást eredményezheti egy győzelem, hogy készülünk a mérkőzés, mit gondolsz a találkozóra? Szerintem ugyanúgy fogunk készülni, mint az összes többi meccsünkre, felkészülünk taktikailag, rá előtt állistenek lesz egy kis pihenőnk is, úgyhogy ezt a meccset nem kell majd a lábunkba magunkkal vigyük, de izgatottan várjuk, hogy ezt is kivívjuk magunknak, hogy a Magyar Kupa Final Four-ba szerepelhessünk. Milyen ellenfél az MTK, hiszen nagyon jól szerepelnek most a bajnokságban, ez nyilván egy egymeccses párharc, ez akár veszélyes is lehet. Így van, szerintem idén óriási erőt képvisel az MTK, és minden csapatnak van félnivalója ellenük. Szerintem külön erősségük az, ahogy kezdenek, mert akárhányszor játszottam ellenük, még Fradi színekben vagy Győri színben, már mindig előnyt tudnak kialakítani, és ebből élni a meccs közben, úgyhogy egy nagyon veszélyes ellenfél, nagyon jó játékosokkal, és természetesen Vovával az élen, aki mindig nagyszerű taktikai elemeket húz elő, úgyhogy én külön izgatottsággal várom ezt a mérkőzést. Mi lehet a kulcsa mi részünkről ennek a mérkőzésnek? A gyors, a kemény védekezés, vagy a gyors és pontos támadás? Hát így, ahogy mondod, mindkettő. Szerintem összességében az, hogy ne bonyolítsuk túl a játékunkat, hanem egyszerű megoldásokat alkalmazzunk, gyorsan járassuk a labdát, és abból mindig megvannak az előnyök, és hál' Istennek nagyszerűen veszük észre egymást, nagyon jól hozzuk egymást helyzetben, úgyhogy ha ezt véghez tudjuk vinni, akkor minden rendben lesz.